Adott virág, aki illatán nyögik a fák, valami véget ér. Igen, véget ért egy szezon a bátaszéki sportéletben. A Bátaszék Ese Sportegyesület új vezetése pedig gondolt egyet, s több mint 100 éves bátaszéki, valamikori vasutas sportklub először rendezett egy közös ünnepi sportgálát, így év vége felé olyat, amilyen eddig az évszázados történetben nem volt. Részint azért, hogy megadja a módját a sportban élen járó bátaszékiek köszöntésére, másrészt pedig összehozza azokat a sportembereket, akik évközben, noha ugyanazon a településen élnek, ugyanazon klub sikerjeit küzdenek hétről hétre, de meglehetősen ritkán találkoznak, meg lehet csak felszínesen ismerik egymást. A másfél éve regnáló új sportegyesületi elnök, elsősorban a karatéből ismert Nagy Ákos ötlete nyomán született meg az első bátaszéki sportgála. Volt egy kisebb-nagyobb szakadék a szakosztályok között. Talán némi bizalmatlanság, tehát lehet, hogy azt gondolták, hogy én akár szakbarbár vagyok, és csak a karatéban és az úszásban és gyakorlatilag az egyéni sportban tudok gondolkodni, de én munkapárti vagyok, én nem sportpárti vagyok, tehát én nagyon élvezem a labdarúgást, élvezem a kosárlabdát, gyerekkoromban ráadásul én is kosárlabdáztam, tehát hogy még azt gondolom, hogy nem is annyira idegen számomra, illetve a testnevelőként azt gondolom, hogy kutya kötelességem, hogy mindenféle eredményre felfigyeljünk. És lehet, hogy ez okozott némi bizalmatlanságot eleinte, de azt gondolom, hogy ez az egy év alatt közelebb sikerült hozni a szakosztályokat, és üdvözöljük egymást, örülünk egymás eredményeinek, és gyakorlatilag megbecsüljük egymás munkáját. Minden szakosztály az idei eredmények tükrében megjelölte 2018 bátaszéki legjobbját. A karatéban az országosan és nemzetközi téren legeredményesebb bátaszéki szakosztály az U12-U13-ban versenyző Nagy Jánosi Botondot jelölte az év legjobbjának. A fiatal tehetség 4 éve már rendszeresen dobogon végez a kiemelt hazai versenyeken. Mindezt az idén megfejelve 2. lett az országos diákolimpián, és az évvégi dublini Vadokály EB-n pedig tagja volt a csapatforma gyakorlatban a 3. helyen végzett bátaszéki együttesnek. A fiú kosárlabda utánpótlás nevelésben már több tehetséges is felszínre hozó, egyébként csak hölgyekből álló szakmai és vezetői stáb a legsokoldalúbb U12-U13-as korú játékost, Komonyi Balást jelölte a szakosztály legjobbjának 2018-ban, aki fizikuma, technikai, taktikai tudása mellett a játék intelligenciájával is kiemelkedik a csapatból. Ráadásul az iskolában is hasonlóképpen teljesít a fiú, mint a sportpályán. A labdarúgó szakosztály az utánpótlás feltörekvő tehetségei közül a Mórágyon felfedezett ügyes futballistát, Pityukát, vagyis Kanalas Istvánt jelölte az év bátaszéki labdarúgójának. A kisrácra hamar felfigyeltek, aki 3 év alatt olyan látványosan fejlődött a rendszeres edzések hatására futballtudás terén, hogy már nem csak a 14 évesek közül emelkedik ki, hanem már rendszeresen szerepel az U16-os bátaszéki csapatban is, ahol éppen 11 gólos, és még ennél is több gólpasszal segítette magasabb korosztályú csapatát a sikerekhez. Amióta úszoda van a városban, azóta nem csak létezik, hanem kezd éledezni a bátaszéki úszósport. A megyei diák olimpiák döntőjében és a dobogós helyeken is több-kevesebb rendszerességgel feltűnik bátaszéki úszó is. 2018-ban Zoltán Nóra írt egy kisebb fejezetet a bátaszéki sporttörténetbe, azzal, hogy legfőbb Tolna megyei versenyen gyors és mellúszásban 3. lett, és tagja volt az ezüstérmes bátaszéki gyorsváltónak. Ezt követően a sportgála forgatókönyvében szereplő műsorszám még nem az első bátaszéki ünnepélyes gála békiosztó zárását jelentette. Csupán a fél idejéhez érkezett a díjátadó rendezvény a Kanizsai Dorottya általános iskola aulájában. Az ilyen jellegű hazai és nemzetközi rendezvények mintájára ugyanis a Bátaszék Ese elnökségének tagjai megválasztották 4 helyben űzött versenysportágban a legjobbakat, összevetve az év bátaszéki gyerek, serdülő, ifjúsági és felnőtt sportolóját.
Őket köszöntötték és díjazták a gála második felében. Hogy kik lettek a még rangosabb elismerés birtokosai, erről, valamint a főszereplők pillanatnyi érzéseiről, gondolatairól a Cikádor magazin következő adásában számolunk majd be.